Köszöntöm Önöket, ez a Pannon TV esti híradója, Bíró Tamara vagyok. Szeptember 19-e van, a Wilhelminák ünneplik névnapjukat, 221 éve született Kossuth Lajos, 1956-ban ezen a napon született Branislav Zeremszky, szerb színész. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. Az MNT támogatásával szeptember 1-től magyar nyelvű napközis csoport működik a Szent Tamási Barbie óvodában. Október 1-től érvényesek az új nyugdíjas kártyák. Befejeződött a napraforgó aratása az északbácskai határban. Szerbia aranyérmet szerzett a birkózó világbajnokságon. A Magyar Nemzeti Tanács támogatásával szeptember 1-től magyar nyelvű napközis csoport kezdte meg működését a Szent Tamási Barbie óvodában. 15 gyermek szülei igényelték az egész napos ott tartózkodást. Szent Tamáson az elmúlt tanévben rekordszámú 447 gyermeket fogadtak az óvodák és a napközik. Szeptembertől ez a szám 477-re emelkedett. Ezzel párhuzamosan nőtt az érdeklődés a gyermekek egész napos ott tartózkodása iránt is. Így a már meglévő napközi csoportok mellett két újabb indult, ami annyit jelent, hogy a község területén lévő 9 óvoda közül 7-ben napközi is működik. A zömmel magyarok lakta Tuki város részben lévő Barbie óvodában a Magyar Nemzeti Tanácsnak köszönhetően szeptembertől magyar nyelvű napközibe is irathatják gyermekeiket a szülők. A Magyar Nemzeti Tanács partnerre talált az önkormányzat személyében. Örülünk annak, hogy példaértékű az együttműködés a Szent Tamási önkormányzattal, és a Szent Tamási önkormányzattal közösen tudtuk gyakorlatilag ezt a bölcsődei részt felszerelni. Mi gyakorlatilag ők bútort tudtak vásárolni, mi pedig a kiságyakat tudtuk felszerelni, és több mint 100 000 dinár értékben támogattuk a bölcsődei résznek a felszerelését. Természetesen a korábbi években is a Magyar Nemzeti Tanács kiemelten figyelt a Szent Tamási közösségre és az óvodai csoportokra is. Itt ebben az épületben a játszótéret felújítva, a fűtésrendszer, az ablakok cseréjét is tudtuk támogatni különböző projektumokon keresztül. Kocsis Krisztián, a községi tanács oktatáson megbízott tagja szerint a magyar nyelvű napközi beindulását a megfelelő feltételek és követelmények megteremtése előzte meg. Mindehhez elengedhetetlen volt az MNT, az önkormányzat és a VMS helyi szervezetének együttműködése. Ez nagyon fontos lesz a fiatal szülőknek, fiatal magyar szülőknek, akiknél a fiatal anyukák munkába tudnak állni, és ez nagy mértékben hozzá fog járulni ahhoz, hogy a szülőföldön meg tudjanak maradni, és hogy itt éljenek közöttünk. Fulajtár Mária a 60-as évek első felében maga is ide járt óvodába. Immár 22 éve dolgozik óvónőként Tukban. A két magyar csoportban jelenleg 35 óvis jár, közülük 15 gyermek szülei igényelték az egész napos ott tartózkodást. Szent Tamásnak ez a része tiszta magyar lakta közösség, és akkor jónak láttuk, hogy kérjük egy napközi csoportnak a megnyitását, mert a magyar ajkú gyerekek szétszóródtak a szerb ajkú csoportokban, és szükségét láttuk annak, hogy a magyar szülőknek is sikerüljön a gyerekeket magyar nyelven egész napos oktatásba és nevelésbe részesíteni. A Szent Tamásiak bíznak abban, hogy az önkormányzat továbbra is támogatni fogja a magyar napköziben dolgozók munkáját, ami új munkahelyek nyitásával is jár, ugyanis mindez az itteni magyarság számára kiemelt jelentőséggel bír. Október 1-től érvényesek az új nyugdíjas kártyák. Ezzel kapcsolatban ma újabb 16 intézménnyel írt alá szerződést a Köztársasági Nyugdíj és Rokkantbiztosítási Alap. A kártya felmutatásával a nyugdíjasok kedvezményeket kaphatnak a programot támogató üzletekben, intézményekben. 2023. március 15-e óta lehet igényelni az új nyugdíjas kártyákat Szerbiában. A dokumentum bizonyos kedvezményekre is feljogosít meghatározott üzletekben, illetve intézményekben egész Szerbia területén.
A kártyákat augusztus végén elkezdték kézbesíteni. Több mint 860 ezer nyugdíjas igényelte. Arról, hogy mikor kapják készhez a dokumentumot, a nyugdíjbiztosítási alap tájékoztatja az érintett nyugdíjasokat. Eddig több mint 600 vállalat jelentkezett, hogy részt vesz az akcióban, amelybe a szerbiai gazdasági kamara is bekapcsolódott. Pored najvećih trgovačkih lanaca treba napomenuti da je veliki broj apoteka, mesara, pekara, ostalih ustanova koje su bitne za život i kupovnu moć naših penzionera također uzelo učešće u ovoj akciji. Također, kao što je već napomenuto, veliki broj zdravstvenih institucija, pored apoteka, ambulanata, ordinacije itd. također uzima učešće u ovoj akciji. December 5-éig minden szerbiai nyugdíjas egyszeri 20 ezer dináros támogatásban részesül, mondta Relja Ognjenovic. A köztársasági nyugdíj és rokkantbiztosítási alap igazgatója kiemelte, ezt a politikát folytatják a továbbiakban is. Kontinuitet te politike jeste penzionerska kartica nove generacije, koju smo mi želili da pored novčanih davanja, pored izleta penzionera u banje, imamo i još jednu meru koju će u potrošnji penzionerski dinar vredeti više. Azok a nyugdíjasok, akiknek havi járandósága 40 ezer dinár alatt van, pontokat is gyűjthetnek vásárláskor. 500 dináronként egy pont szerezhető. A kártya igénylése nincs dátumhoz kötve. Bárki, aki a későbbiekben válik nyugdíjassá, igényelheti azt. PIO Fond te kartice već šalje na kućne adrese. Do 1. oktobra sve kartice ćemo poslati svima onima koji su se prijavili. Oni koji se nisu prijavili, moj poziv je, dakle, u svakom trenutku to možete da uradite, da li online preko sajta PIO Fonda ili u filijalama Pošte Srbije ili u filijalama Banke Poštanska štedionica ili pak u filijalama PIO Fonda. Dakle, vrlo je prost formular, vrlo je prosta prijava. Szerbiában összesen mintegy 1,7 millió nyugdíjas van. Holnapig lehet igényelni a 16 évnél fiatalabb gyerekeknek járó egyszeri 10 ezer dináros támogatást a szerb államtól. Sinisa Mali szerb pénzügyminiszter hangsúlyozta, az összeg kifizetése szeptember 25-én kezdődik. Aki még nem igényelte a 85 eurós támogatást, az még egy napig megteheti az idp.trezor.gov.rs oldalon, amelyen a szülőnek vagy törvényes képviselőnek meg kell adnia a saját személyi és igazolványszámát, valamint kijelölni a pénzintézetét. Alekszandar Vučić szerb elnök, aki ma részt vett az ENSZ közgyűlése 78. ülésszaka általános vitájának megnyitóján, azt üzente, csütörtöki beszédében határozottan megvédi Szerbia érdekeit. Ma kora reggel megkezdtük a munkát az ENSZ-ben, csütörtökön jutunk szóhoz, és erőteljesen meg fogjuk védeni Szerbia pozícióját. Meggyőződésem, hogy országunk polgárai büszkék lesznek az államvezetésre, írta Vučić az Instagram profilján. Befejeződött a napraforgó aratása az északbácskai határban. A mostani 38 dináros felvásárlási ár és a gyenge terméshozam mellett a gazdák többsége számára veszteséges az idei év. A ludasi termelők szerint legalább 50 dinárt kellene fizetniük a felvásárlóknak, hogy egy minimális haszon legyen a napraforgón, félő, hogy jövőre kevesen vetnek majd olajnövényt. Véget ért a napraforgó kombájnozása a ludasi határban, már csak a növény szára maradt a földeken. A felvásárlás azonban még tart, hiszen vannak gazdák, akik az utolsó pillanatban takarították be az olajnövényt. Fele annyi a napraforgó felvásárlási ára, mint amennyi tavaly ilyenkor volt. Szerbiában 250 ezer hektáron termesztettek napraforgót, amelynek jelenleg a felvásárlási ára 38 dinár adó nélkül. Szakemberek szerint csak azok tudtak némi nyereséget elkönyvelni, akik legalább hektáronként 3 tonna napraforgó magot takarítottak be. A kedvezőtlen időjárási viszonyok következtében azonban az északbácskai gazdák többségénél ennél jóval kevesebb termett. Nincs is kereslet a napraforgó iránt. Az illetékesek szerint az étolajgyárak raktárai tele vannak. A korábbi kiviteli tilalom miatt jelentős készletek halmozódtak fel. A 38 dináros felvásárlási ár egyébként előleg, de a felvásárlók szerint a végső ár sem fogja meghaladni a 40 dinárt. Nálunk tonnától 2 tonnáig termet per hold. A reális felvásárlási ár, hogy lefedjen mindent, mert ez nem fed semmit se, szerintem az az 50 dinár.
Most ez a 40 dinár nem sok mindent fel, mert az emberek kihozták a magot, kihozták a műtrágyát, szinte totál mínuszban vannak. Aladics Tibor szerint még a hektáronkénti 3 tonnás terméssel sem lehet kifizetődő az idei napraforgó termesztés. A végső felvásárlási árat minden év október derekán határozzák meg, tette hozzá a ludasi termelő és felvásárló. Elemzők szerint azért ilyen alacsony a napraforgó felvásárlási ára, mert Oroszország 250 eurós tonnánkénti áron értékesíti napraforgó többletét. Igen, biztos vagyok benne, hogy közrejátszik ez is. A világpiaci árakat nagyon befolyásolja, és a miénk pedig alkalmazkodnak a világpiaci árakhoz. Milyen hatással lehet ez a továbbiakra nézve, tehát a jövőben a napraforgó termesztéseit a környékben? Hát nagyon nehéz kimondanom, de biztos vagyok benne, hogy nagyon sok embernek fejtörést okoz, hogy hogyan is tovább, és biztos, hogy át kell gondolni az egész termelési folyamatot, hogy hogyan tenni gazdaságossá. Richter Frányó még a 40 dináros végső felvásárlási árban sem reménykedik, 39 dinárral számol. Nemhogy az étolaj, de a takarmánygyárak sem érdeklődnek a napraforgó iránt, mondta a szabadkai gazda és felvásárló. Kevés termet, de még ez a kevés sem kell senkinek, panaszolta. Nagyon rosszak voltak, siralmasak voltak az eredmények. Úgy mondva, amink elég sokat levágtuk az idén. A 500 kilótól hektáronként beszélek, 2,5 tonnáig voltak a termések. Szinte itt a környékünkön senki nem érte 3 tonnás termést. Nagyon megfogott bennünket a szárazság, úgyhogy bajok voltak a napraforgóval nagyon. Richter Frányó is egyetért azzal, hogy még a hektáronkénti 3 tonnás hozam sem termelhet egy nyereséget, mivel jelentősen emelkedett a földbérletek ára is. Ukrajna hétfőn panasszal fordult a kereskedelmi világszervezethez, amiért 3 uniós ország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia fenntartotta az ukrán gabonaexport blokkádját, közölte a gazdasági minisztérium Kijevben. Az ukrán tárca állásfoglalása szerint Kijev az ilyen jellegű korlátozásokat az érintett uniós országok nemzetközi kötelezettségei megsértésének tekinti. Az Európai Unió májusban ideiglenesen engedélyezte Bulgáriának, Magyarországnak, Lengyelországnak, Romániának és Szlovákiának, hogy megtiltsák az Ukrajnából származó búza, kukorica, repce és napraforgó importját, hogy ezzel védjék a helyi gazdákat. Az Európai Bizottság azonban nem hosszabbította meg az ukrán gabona szeptember 15-én lejáró behozatali tilalmát, mert úgy ítélte meg, hogy a május óta hozott intézkedések hatására megszűntek a piaci torzulások az 5 tagállamban. Varsó, Budapest és Pozsony erre válaszul jelentett be saját korlátozásokat az ukrán gabona import. Azerbajdzsán megtámadta hegyi Karabahot, katonai műveletet indított Azerbajdzsán a vitatott hovatartozású többségében örmények lakta azeri beékelődés hegyi Karabah visszafoglalásáért, jelentette be a bakui védelmi minisztérium. A tárca közleményében részletekre nem tért ki, csak annyit közölt, a terror elhárító művelet néhány órával azután kezdődött, hogy 4 katona és 2 polgári személy örmény diverzáns akcióval elhelyezett aknák miatt életét vesztette hegyi Karabahban. A közlemény szerint Baku tájékoztatta Oroszországot és Törökországot a hadműveletről. Az örményvédelmi tárca azt közölte, hogy az Azerbajdzsánnal közös határán viszonylag stabil a helyzet. Hegyi Karabah és kisebb környező területek az 1994-ben véget ért örmény-azeri háború után az örmény szakadárok ellenőrzése alá kerültek, de a 2020-as őszi háborúban Baku jelentős területeket foglalt vissza. Legalább 2 meghaltak, többen megsérültek abban a buszbalesetben, amely a montenegrói Cetinje-Budva főúton történt, amikor a jármű egy 15 méter mély szakadékba zuhant. 4 utast életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. A busz Obzovica és Brájit települések között repült le az útról. A buszban 27 utas tartózkodott, a sérülteket a montenegrói klinikai központban látták el. A Podgoricából érkezett mentődaru kiemelte a busz roncsait a szakadékból. A podgoricai hegyi mentő szolgálat bejelentette, hogy nem voltak utasok a busz alatt, amitől korábban tartottak. A buszsofőrt a rendőrség előállította és őrizetbe vette. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradóban. 18,5 millió dinárt különített el a költségvetésből a tartományi kormány az Újvidéki Egyetem több épületének helyrehozatalára.
az internet veszélyeiről tartottak interaktív előadást a Horgosi Kárász Karolina általános iskola diákjainak. 18,5 millió dinárt különített el a költségvetésből a tartományi kormány az Újvidéki Egyetem több épületének helyrehozatalára, jelentette be Igor Mirovics, a tartományi kormány elnöke. Az intézmény épületei a júliusi viharok alkalmával sérültek meg, az Újvidéki Mezőgazdasági Egyetem és a Temerini Agron Campus is megrongálódott az ítéletidőben. Az összegből továbbá az Újvidéki Egyetem rektori hivatalának homlokzatát és tetőszerkezetét is helyrehozzák. A tartomány 6,8 millió dinárral támogatja a nagybecskereki Szvetozár Márkovics Tóza általános iskola rendbetételét is. Növekedési potenciállal rendelkező innovatív kezdővállalkozókat karolt fel a tartományi kormány. A szerződéseket ünnepélyesen ma adta át Nenád Ivanisevics tartományi gazdasági titkár Újvidéken. 19 vajdasági startup vállalkozó részesült mintegy 9,8 millió dináros támogatásban. Nenád Ivanisevics illetékes titkár elmondta, jövőre két pályázatot indítanak, egyiket a kezdővállalkozók részére, a másikat pedig a 35 évnél fiatalabb cég tulajdonosoknak. Pa ideja konkursa jeste da se pomognu početnici u biznisu i mi smo taj početak definisali kao start-up, ali ne u onom opštem smislu, jer kad kažete start-up, obično ljudi pomisle na IT firme. Nama je start-up u biznisu važno i da li neko proizvodi ambalažu, da li proizvodi betonske blokove ili je vezan za industriju lepote ili možda za IT. Az internet veszélyeiről tartottak interaktív előadást a Horgosi Kárász Karolina általános iskola diákjai számára. A program a Helyi Polgári Közösség Civil Egyesület és a Magyarországi Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat jóvoltából jöhetett létre. Három napon át készültek előadással a szervezők a horgosiak részére az internet veszélyeiről, hiszen a téma nagyon is aktuális napjainkban. Ebben a projektumban tulajdonképpen az a pozitív, hogy a tanulók, természetesen a diákjaink, a tanárok és a szülők is egyaránt egy jó minőségi előadást kapnak arról, hogy mik a veszélyek az interneten, milyen lehetőségeket nyújt az internet, de ez mellett, hogy mik azok a leselkedő dolgok, amik esetleg a diákokat, vagy a felnőtteket is érinthetik. Az előadáson nagy hangsúlyt kapott az internetes zaklatás kérdése is, hiszen ezzel is egyre többet találkozni manapság. A zaklatással mindenképpen foglalkozni kell. Az internetes zaklatása, ezen belül a szexuális kizsákmányolás, tehát a szexuális jellegű zaklatással, különösen a nagyobbaknál, ugye a kicsiknél nem annyira, de a nagyobbaknál mindenképpen, és hát a zaklatás, mint olyan, jelen van a fiatalok életében, egymással is foglalkoznak sokszor. Továbbá a digitális lábnyomról, az adatvédelemről és a közösségi platformokról is szó esett az előadás során. Blisko, vagyis közel elnevezéssel kamarazenei fesztivált szerveznek Újvidéken a Városi Hangversenyteremben. A többi között Handel, Brahms, Haydn, Liszt, Sostakovics, Menotti és Schumann kamarazene művei csendülnek majd fel. Az érdeklődő közönség a szeptember 30-ától október 6-áig tartó koncertsorozaton kiemelkedő művészeket hallhat. A rendezvényt az Újvidéki Kulturális Központ, a Városi Hangversenyterem és az Isidor Bájics Zeneiskola közösen szervezi meg Újvidékvárostán. Ideja je da program bude raznovrstan, da bude platforma za sve nas da se najbolje izrazimo u stvari, da i pre svega najbolje proživimo tu saradnju, tu interakciju na sceni. To što imamo kao slogan blisko, to je upravo to, to je jedno blisko muziciranje i pre svega da smo najbliže akcije, a to je i za publiku, jer mogu da vide kako se stvara muzika zaista sa svega nekoliko metara distance. Tako da program će biti atraktivan.
Origenésznek a Szentírás magyarázatát és az első bibliai kritikát köszönheti a keresztény egyház. Az egyiptomi ókeresztény teológiai íróról és egzegétáról most először jelent meg magyarul az a kötet, amely az Origenész védelmében, illetve Origenész könyveinek meghamisításáról címet kapta. A könyvet Csizmár Oszkár, a Szabadkai Szent Kereszt templom plébánosa fordította magyarra. Ezt a kötetet mutatták be a Szabadkai Városi Könyvtárban a keresztény értelmiség körszervezésében. Az egész egyház tartozik Origenésznek, hiszen ő dolgozta ki a legprecizebben, hogyan kell a Szentírás szövegeit magyarázni. Tehát ez a háromos fokozat mind a mai napig érvényes, és a jó papok, akik az egyház hagyományához ragaszkodnak, azért mind a mai napig ehhez kellő tartsák magukat. Mit jelent ez a háromos fokozat? Az első, mit mond a szöveg önmagában, ez ismerni kell a fajtáját a könyvnek, hiszen nem minden könyv a Szentírásnak ugyanabba a fajba, irodalmi műfajba sorolható. Utána, tehát a kontextus, hogy hol keletkezett, mi annak a konkrét történelmi, illetve irodalmi jelentősége ennek a könyvnek, a szó szerint értelme, így mondjuk egyszerűen, ez a literális értelem. Egy ragasztós csapdába ragadt, de még életben lévő denevér kiszabadításával kapcsolatban kérték a Kiskunsági Nemzeti Park segítségét. Egy országosan is ritka fehértorkú denevér került szorult helyzetbe. A denevért végül egy számára alkalmas és biztonságos területen szabadon engedték. A nem megfelelően használt ragasztós csapdák kihelyezése súlyos következményekkel járhat. A ragacsos felületre szórt csali nem csak az írtani kívánt célfajok egyedeit, hanem más élelmet kereső állatokat is vonz. A csapdába esett vergődő zsákmányállatokra a velük táplálkozó ragadozók is felfigyelnek, lecsapnak rájuk, így ők is áldozatul esnek. A ragasztó fogjaként az állatok napokig is szenvedhetnek, mielőtt kimúlnak, de ha időben rájuk is találnak, megmentésük sok esetben már nem lehetséges. A ragasztós csapdát kültéren nem szabad használni. Szerbia aranyérmet szerzett a birkózó világbajnokságon, a szabadfogásúak 57 kg-os mezőnyében Stevan Mitjić állt a dobogó legfelső fokára Belgrádban. A szerb birkózó 7-4-re győzte le japán ellenfelét Higuchi Reit. Mitjić az aranyérem mellett párizsi kvótát is szerzett. A szerb színekben versenyző Hetik Cabolov azeri ellenfele legyőzésével a szabadfogásúak 74 kg-os versenyszámában a bronzéremért léphetett szőnyegre. 6-4-es győzelmének köszönhetően megszerezte a harmadik helyet, valamint az olimpiai vízumot is. Magabiztosan menetelnek a szerb röplabdázó lányok az olimpiai kvalifikációs tornán. Szerbia válogatottja harmadik mérkőzését is megnyerte a kínai tornán, mivel Kanada csapatát magabiztos játékkal 3-0-ra múlták felül. A szerb együttes eddig hibátlan teljesítménnyel első az A csoportban, amelyből a legjobb két csapat jut ki biztosan a jövő évi ötkarikás játékokra. Giovanni Gidetti edző csapata holnap játssza következő mérkőzését, amikor is Csehország válogatottja lesz az ellenfél. A magyar labdarúgó válogatott csapatkapitányát a nyáron a német RB Leipzigtől 70 millió euróért igazolt Szoboszlai Dominikot választotta meg augusztus hónap legjobb játékosának az angol élvonalbeli Liverpool, számolt be róla honlapján a klub. Szoboszlai Dominik valósággal berobbant Jürgen Klopp csapatába, a Liverpool szurkolók az AFC Bournemouth és az Aston Villa elleni mérkőzéseken is a legjobbnak látták, rajta kívül a mezőnyjátékosok közül csak Andrew Robertson játszotta végig mind a négy bajnokit. Eddig tartott a híradó, érkeznek még egyszer a nap legfontosabb hírei röviden. Az MNT támogatásával szeptember 1-től magyar nyelvű napközis csoport működik a Szent Tamási Barbie óvodában. Október 1-től érvényesek az új nyugdíjas kártyák. Befejeződött a napraforgó aratása az északbácskai határban. Szerbia aranyérmet szerzett a birkózó világbajnokságon. Köszönjük figyelmüket, amennyiben még több hírre kíváncsiak, keressék fel honlapunkat a pannonrtv.com-ot. Minden jót, szép estét, viszontlátásra!